Üdvözlök mindenkit! Gérmiel vagyok, Albert Irsai képviselő. Itt áll mellettem Kamarás István, az Operoma párt elnöke, és Rácz József, a kisebbségi önkormányzat vezetőségi tagja. Egy közös gondolat folyamán kerültünk ide ki Albert Irsán a strand felé, a sportcentrummal szemben és az új sportcsarnok mellett egy kis területre, ami egy fontos esemény, múltbéli eseményt kívánunk majd itt méltóképpen megemlíteni, amiről majd barátom Pista fog beszélni egy pár szót. Tehát arról van szó, hogy a képviselő úr, tehát Misi barátom, illetve az alelnök úr, Józsi barátom, illetve annak én is benne voltam ebbe, illetve Bár Miklós püspök atya is benne volt ebbe. Eldöntöttük, hogy Albert Irsán a cigány holokauszt emlékére állítunk egy emlékművet, vagy egy olyan helyet, ahol tudunk erre emlékezni, és hát a tapasztalatok szerint, illetve az öreg cigányok, Albert és öreg cigányok elbeszélése szerint, ugye itt laktak régen a cigányok, és itt a lőtér, ugye mert most itt a lőtérnél vagyunk, Albert is régen itt volt a lőtér, itt szedték össze a cigányokat, azokat, akiket elvittek azért, mert a Jóisten őket cigánynak teremtette. És akkor most kijöttünk azért, hogy erről egyrészt beszéljünk, illetve fölmérjük a telepet, hogy hol lehetne méltóképpen elhelyezni egy olyan emlékművet, vagy egy emléktáblát, ami egy momentó a jövőnek, hogy ilyet azért nem illik csinálni, vagy nem szabad csinálni. Józsi, te mit hallottál erről a holokauszról? Neked a rokonaid is benne voltak. Így van, benne voltak a rokonaim is. Ha minden igaz, akkor ketten ott is haltak meg. És tényleg valójában ezen a környéken laktak. A rét ez oldalán. És ez volt itt a gyűrtő terület, innen szedték össze az embereket. Ha jól számoltuk, 12 embert vittek el innen Albert Irsáról abban az időben, és ketten haltak meg ott. A többieknek úgy néz ki, hogy sikerült visszajönniük, tehát sok megaláztatás után levágták a hajukat, sok gyalázat érte őket, meg minden, megszenvesztették őket, megkínozták őket, de sikerült nekik érve visszajönni. Amit az Albert is, egy cigányság azóta sem tudott igazából lelkileg földolgozni, de két ember a mostani tudásunk szerint, mert ugye eltelt 70 év, hát két ember az ott is maradt, tehát az ott meghalt. Úgyhogy erre szeretnénk egy méltó emlékhelyet, vagy egy emlékparkot, és az emlékparkban pedig lenne egy emlékművet, vagy valami ilyesmit rakni, ahol akár név szerint is, akár csak így általánosságban, de beszélünk arról, hogy innen Albert és erről bizony cigányokat is hurcoltak el, többet, és abból kettő talán meghalt, lehet több is, de kettőről tudunk egyelőre. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és szívesen állok bele, hiszen nagyon fontosnak tartom azt, hogy a békés egymás mellett élés mellett ismerjük meg egymás kultúráját, emlékeit, és még akkor is foglalkozzunk egymás dolgaival, hogyha az bizony egy ilyen szörnyű esemény. Tehát ők ugyanúgy megérdemlik azt a megemlékezést, amit mindenki más, és ennek jegyében bízom benne, hogy ez létre is fog jönni. Ezen dolgozunk közösen. Így van. Köszönjük.